Sziasztok! Ez itt a Zunder Stars kézilabda magazin. Ahogy a decemberi női kézilabda világbajnoksággal foglalkoztunk, most következik az idei férfi Európa-bajnokság, melyet Magyarország Szlovákiával közösen rendez meg. Nézzük is, hogy néz ki ez az Európa-bajnokság, bemutatom az adatokat. Ez a 15. Európa-bajnokság, melyet hazánk közösen rendez Szlovákiával. Az EB-n 24 csapat szerepel majd 5 különböző helyszínen, ebből 3 Magyarországon, 2 pedig Szlovákiában. Budapest, Debrecen és Szeged rendez mérkőzéseket, illetve Pozsony és Kassa. A legutóbbi 2 Európa-bajnokságot 2018-ban és 2020-ban Spanyolország nyerte, így nagyon érdekes lesz, hogy a sorozatban a 3. címüket is meg tudják nyerni a hispánok. Az eddigi 15 EB-n a svédek gyűjtöttek 4 aranyérmet, a franciák 3-at, a spanyolok, dánok, németek 2-2-t és 1 jutott Oroszországnak. Nézzük a helyszíneket! Magyarországon Budapest, Szeged és Debrecen rendez mérkőzéseket. Budapesten az új Budapest Aréna ad majd otthont a magyar csapat meccseinek. Ezt a vadonatúj arénát 2021. decemberében adták át, a befogadó képessége 20 ezer fő. Itt a csoportmeccsek, középdöntőmeccsek és a végső helyosztók, mint az elődöntő és a döntő fognak lezajlani. A másik magyarországi helyszín Szeged. A szintén 2021. decemberében átadott vadonatúj PIK Aréna, melynek befogadó képessége 8143 fő. Itt csoportmeccseket fognak rendezni majd. És a harmadik magyarországi helyszín Debrecen, a Phoenix Aréna, 6500 befogadó képességgel, itt is csoportmeccsek fognak lemenni. Ugorjunk a szlovák helyszínekre, ahol csoportmeccseket és középdöntő meccseket rendeznek majd. Pozsonyban, az Ondrej Nepela Arénában, melynek befogadó képessége 10000 fő, a másik szlovák helyszín Kassa lesz, a Steel Aréna, melyben csoportmeccseket rendeznek majd, a befogadó képessége pedig 7900 fő. Az EB-n 24 csapat szerepel majd, ezeket a csapatokat 6 darab 4-es csoportban sorsolták ki. Itt körmérkőzések lesznek minden csoportban, és az első 2 helyezett tovább jut, a 3. és 4. befejeződik az Európa-bajnokság. Mind a 6 csoportból az első 2 tehát tovább jut a középdöntőbe, ahol 2 darab 6 fős középdöntő csoport lesz majd, itt is körmérkőzések lesznek, majd a végén az első 2 helyezett játszik az elődöntőben, a harmadikok pedig az 5. helyért. A csoportmeccseket tehát 5 városban rendezik, majd a középdöntő 1-es csoportjának Budapest, a 2-es csoportnak Pozsony ad helyet. Az elődöntőket és a döntőt, valamint az 5. helyért szóló meccset már csak Budapesten rendezik. Az Európa-bajnokságról az első 4 helyezett csapat, azaz, aki az elődöntőbe jut, kvalifikálja magát a jövő évi lengyel-svéd közös rendezési világbajnokságra, egyenes ágon. És akkor nézzük a magyar csapatot. Kapusok: Mikler Roland, Székely Márton, Borbély Ádám. Jobb szélsők: Bújdosó Bendegúz, Rodríguez Álvarez Bebro. Jobb átlövők: Ancsin Gábor, Ilics Zorán, Máté Dominik. Irányítók: Lékai Máté, Győri Mátyás, Hanuszegon. Beállók: Bánhidi Bence, Rosta Miklós, Sipos Adrián, Topics Petár. Balátlövők: Bodó Rihárd, Nagy Bence, Ligetvári Patrik, Szita Zoltán. És balszélsők: Bóka Bendegúz és Szunajko Stefan. Sziasztok újra! Itt vagyok, megint jelentkezem a Zunder Stars kézilabda magazinnal. Decemberben már végigkövettük a női kézilabda világbajnokságot, és köszönöm szépen nektek, hogy ilyen sokan követtétek figyelemmel az én munkásságomat, pedig csak ez egy amatőr munka volt, de legalább szerintem azért valamilyen szinten be tudtam mutatni a világbajnokságot, és az eredményeket végigkövettük. Most csütörtökön, január 13-án indul a férfi kézilabda Európa-bajnokság, ahogy láthattátok a kis bemutató filmet róla. A magyar csapat már 13-án csütörtökön el is kezdi az EB-t. Lesznek olyan napok, ahol több meccs is lesz, például csütörtökön 9 mérkőzéssel jelentkezünk, aztán lesznek olyan napok, ahol kevesebb mérkőzés lesz, 3-4 is csak. Ez így fog folytatódni majd, aztán a középdöntőben már ezek be fognak állni, ezek a napi mérkőzés számok. Az EB az egészen január 30-áig fog tartani, akkor lesz a döntő, ez egy vasárnapi nap, tehát egy jó 2,5 hét van előttünk. Kíváncsian várjuk, hogy a magyar srácok hogyan teljesítenek, reméljük, hogy minél előrébb végeznek az EB-n, és hogy megúszok sérülések nélkül az egész Európa bajnokságot. Mindenkinek kívánok kellemes 2,5 hetet, jó szurkolást, drukkoljunk a magyar fiúknak, és legyen végre egy jó Európa bajnokságunk itthon, és élvezzük együtt. Majd még jelentkezem. És most majd jönnek a meccsek, hogy pontosan 13-án milyen meccsekkel is készülünk, vagy készülnek a fiúk, mikkel kezdünk majd. Sziasztok!
És akkor nézzük a mérkőzéseket. A nyitónapon január 13-án csütörtökön az A csoport mérkőzéseivel kezdünk. Debrecenben vannak ezek a mérkőzések. Szlovénia Macedóniát fogadja 18 órakor, majd az esti mérkőzésen Dánia Montenegróval találkozik. A B csoportban vannak a magyar srácok. Itt a B csoportban a budapesti mérkőzésen Magyarország-Hollandia lesz 20 óra 30 perckor. Ugorjunk a C csoportba, itt Szegeden játszanak a csapatok. Szerbia Ukrajnával találkozik 18 órakor, majd este Horvátország-Franciaország egy igazi rangadóval kezdünk. Majd ugorjunk megint tovább, most már Szlovákiába. Pozsonyban rendezik az E csoport mérkőzéseit, ahol az első fordulóban Spanyolország-Csehország lesz délután, majd az esti mérkőzésen Svédország játszik Bosznia-Hercegovinával. És a másik szlovák helyszín az pedig Kassa, itt az F csoport mérkőzéseit rendezik, és a nyitónapon Oroszország-Litvánia 18 órakor lesz, és az esti mérkőzésen pedig Norvégia-Szlovákiával játszik. Tehát a szlovákok Kassán játszanak, a magyarok pedig Budapesten, és ezzel a 9 mérkőzéssel kezdődik az első nap. Majd még jövök, sziasztok!